üdvözlök mindenkit! Ez itt a Futballkárt Zoom, és a mai videóban egy teljesen új sorozatot csinálunk. A King of Hoops-nál vagyunk, itt a belváros legbelsejében, konkrétan a parlamenttől sétatávra. Egészen exkluzív helyen van a bolt, és a kínálatuk is elég exkluzív. Gyertek, nézzük meg! Bent van Misi, és ő fog nekünk mondani jobbányzó dolgot. Hello! Itt van Misi, aki indítja majd a boltban. Kedden zár vagytok? De más nap. Így van, minden kedden zárva, minden más nap. Hétfő. Szerencsütörtök, péntek, szombat, vasárnap, tisztel. Hoppá, vasárnap, és mit van? Így van, csak kedden vagyunk zárva. És lehet bármikor jönni. Ezen felül van egy webshopunk is. Tényleg a webshop, igen, online is tudtak rendelni. kingofoods.eu Bolti átvétellel, legújabb megjelenések mindig. Bolti átvétel, szóval ezért megrendelik egy-két nap és már át is fel? Tehát figyelj, tehát igazából a webshop az mindig a bolti készletek tükrözi, tehát hogyha te délelőtt megveszed, már lehet viselte bármikor. Azt. Na jó, ez mondjuk azért eléggé durva. Jó, oké, és az árakat mindent megnézhetnek a webshopon, de itt is mindenki van írva, bejönnek nézelődni, nagyon ilyen közönségbaráta. Volt majd látni, csomó asztalon lehet bontogatni bent is, így van ilyen kanapé is. Ugye szokott lenni egy trade night-unk, ahol bejöhetnek cserélni a srácok. Van ilyen esemény, ilyen trade night esemény, az is eléggé királyó hangzik, hogy így felé. Volt egyébként most lesz a héten, szombaton, lesz most víz is, tehát nyereménnyel, készül csapatokban. Ez komba fog kiderülni az oldalunkra. Hát nem jó sokan jönnek. Hát ez tök jó. És ilyen sportkérdések. Persze. Hát, hogy legyesen ugye a sportágakról, a termékekről, így a hobbival így általánosságon. Szerintem ez tök jó, hogy nyereményt is dobtok már, azért ez eléggé feeling. Meg hát ugye cserélgetni gondolom, ilyet is lehet azért már volt, vagytok ilyet is szerveztek, ez nagyon korrekt. Közben megy a meccs, ez óriási. Ez annyira dob a hangulaton, hogy érted, bontanám az NBA-t, és közben egy meccs, ez nagyon-nagyon tetszik. Hát itt pedig nézzünk körbe, mit vannak. Azt a kutya mindenit. A meg kis top scrum doboz. Rengeteg NBA-s exkluzív cucc. Kiszúrtál szememet pár olyan dolog, amit Magyarországon nem is hallottam róla, hogy bárki árusítani. Én azt hittem, hogy csak eBay-en lehet ezeket megvenni, mert annyira ritkaság. De nálatok ott van, és az egyik legkomolyabb dolog fönt. A Bayern München egy doboz. Top scrum Bayern München egészen döbbenetes árakon megy. Ezt igen, ebben a dobozban ugye van 18 darab. Aláért ráadásul onkárkát, ugye ezek már alapból mágnestokban. Aha. Ja, hogy benne van a mágnestok? Persze, tehát ez hivatalosan licenszert. Lezárt mágnestok, és ezen felül még van 18 darabos bészet, ami lehet ugye bármilyen számozású. Nagyon komoly, nagyon-nagyon durván. Ha Bayern München rajongó vagy, és még lóvé is van a háznál. Akkor egy ilyen, azért ez elég komoly. Hű, na nézegessük, mik vannak még. Mondtad, hogy hoztatok be Szoboszlai Topsnaut, és ez is egy ilyen vásárlókat segítő dolog volt, majd berendeltetek rengeteget, és szinte nullába adtátok. Igyekszünk egyébként, főleg ugye magyar kártyákban kiszolgálni az itthoni gyűjtőket, ezért is már egyébként rengeteg szoboszlai lapunk. Na, nézzünk át a lapot. Komolyabb vitrínbe is. Ejha. De rengeteg különböző szoboszlai van egy per 10-es Topsnaut, gyönyörű. Illetve ott pedig az aláért Szoboszlai, te jó ég, pont múlt héten mutattam be egy ilyen neon grint, az is 10-es volt. Egészen döbbenetesek ezek, meg hát rengeteg különféle ilyen történettel rendelkező lap is van, mert azért ott ez a Ronaldo, amit ti nyitottatok, mesélted. Így van. Azért az elég komoly húzás, illetve a Beckham egy sérült doboz, maga a doboz sérült, meg nem a tartalma, így kicsit eladhatatlanná vált, egyből jött belőle az 50.000-es Beckham. Azért ez egészen elképesztő. Dynasty forma egy... Igen, az egy onkárt. Onkárt aláírás. Aláért, ja. Gyönyörű. És mindenféle sportággal foglalkoztok. Így tehát a baseball is van, ami azért kevésbé népszerű Magyarországon. Igen, itt van. Tehát ez tök jó. Nyomokban Pokémon kártya, azt mondtátok, hogy ez egy ilyen új... Persze, tehát igazából minden sportág megtalálható, tehát hogy vannak az egész egyszerű pakkoktól kezdve, NFL, abban nagyon sok termékük van külön, kis kiszerelésben is akár. És látom, tökre árbarát a dolog, 3000 forintért már szkorpakba oda is tudtok nyitni. Persze, úgyhogy igyekszünk vásárlóbarát árakon dolgozni. Nagyon jó. Hát meg ez a bolt, hogy ilyen tágas, tehát azért ez kifejezetten korrekt. Pokémon bevizsgált,
tízes lapok, Charizard, hihetetlen, durva. A legfelkapottabb, ugye? Most ez a Charizard téma. Nálatok itt van, be lehet jönni. És az, hogy bevizsgált kártyákat is árultak, ez is egy ilyen szóval én különlegesség. Tök jó. Úgyhogy nagyon kreálva, lenne ilyen kérdés, hogy itt van a bolt, ugye ez teljesen a belvárosban az Intercontinental Hotel mögött található, és hogy nem mondjuk Csepelen vagy nem tudom én nyelked a téren. Hát igazából szerettük volna azt, hogy a bolt ugye mindenki számára könnyen megközelíthető legyen, és szerintem ez a belvárosi rész itt a Láncidnál ez teljesen jó, ugye a kultúrát, maga a környezet is. Hát ez az végtel. Maga ad egy biztonságot is ugye ez a helyszín. Nekem az elég sok lóvé van, hogy körülnézünk, azért egy bolti lapás, ez nem kéne, de látom azért vannak biztonsági kamerák, mindent tettek, hogy így van. Persze, tehát azért a biztonság az első. Uh-huh. Úgyhogy ez szerintem egy jó környéken van, viszonylag csendes, mikor nincsen építkezés. Ja. Úgyhogy jó, sétáló utca is lesz hamarosan. Aha, tök jó. Ját, igen, itt a Váci út is ott is lehet. Persze. Kajálgatni, sétálgatni, közben bejönni. Külföldiek is szoktak, mert ugye sok a hotel Marriott. Igen, nagyon sokan jönnek, és nagyon sok amerikai is szokott jönni, és egyébként ők is így azt mondják, hogy egész jó volt. Náluk azért még a Walmartban is olyan polszrendszerek vannak. Meglepi őket egyébként, hogy vannak új megjelenések, tehát ők ezzel szoktak mindig elcsodálkozni, hogy nem az van, hogy két-három évvel ezelőtt, hanem az, hogy már nálunk is ugye megjelenés napján vannak termékek. Nagyon szuper. Illetve amit nálunk még nagyon szeretnek egyébként, ezek a kis turkálós dobozok. Na, 400 forinttól egészen 4000 forintig vannak. Matricával jelöli az árakat. Ja igen, itt vannak a matricák, hogy ezt nagyon szeretik, milyen áron mennek. Nagyon jó, és akkor ezt le tudják venni, leülnek, és akkor szépen átválogatják. Mi van benne, innen is nézzünk egy pár lapot, hoppáré foci is felfeltűnik, tehát akár ti is be tudtok jönni, és akkor válogatni lapot. Ezt így toploaderben meg is kapja a kedves vásárló, gondolom. Ez nagyon jó egyébként, hogy már előre itt be van védőzve, tehát nem az, hogy mesztelenül kapják meg a lapot, és itt is különböző, hoppáré, mit húztam ki, egy 1000 forintos Haaland kártya, azt mondjuk azért, ezt mindjárt megvásárolom. Nagyon durván jó. Azt mondja, a fizetés hogy működik? Kártyával, KP-val? Kártya, készpénz. Ja, bármiben. Persze, természetesen. Akkor csak fel. Nagyon jó. És rengeteg védő, ugye? Azért ezek sem rosszak, hogy olyan márkák is vannak itt, amit nem is láttam. Ez a Kárc koncept, ez is egy ilyen újabb márka. Tudjuk egyébként van mágnestokunk is. Ja, de jó. Úgyhogy ezek egyébként teljesen jó áron vannak. Hát ahogy látom, fel vagytok szerelkezve, mert csomószor nézem azt ilyen kisebb üzletek webshopjában, hogy ezért kimerülnek. Itt nem erről van szó. Ez eléggé be van tárazva a dolog. Ezt a márkát se ismerem. Milyen a King of... Na, homoly, de ez igen, milyen durva, hogy... Ez a saját márkás. Saját márkás védő, így folyogottam, de ez... Kettő méretben van, ugye? Van egy ilyen nagyobb, ez a 105 és 25-ös. És ugye van a 130-es, ugye az a mezdarabosoknak van, az pedig 10 darabos. Terveztek egyébként még mást, ilyen, próbáltak ilyen topok felé elmenni, mágneses topok? Azt még egyenlőre nem, viszont a toploaderekben szeretnénk több méretben is. Jó, hogy minden lefedni. Persze. Aha. Nagyon jó, mappalapokat is lehet itt nyomatni. Albumok láttam, hogy ott vannak albumok is, vannak azokkal. Vannak portfólió albumok is, illetve a szokásos bővíthető is van. Na, srácok, arra gondoltam, és így vagyunk, választhatok ebből egyet, és nyissunk egy fozis doboz. Ez is új megjelenés, Top Scarnel Edition. Így van, ez a brazil. Nagy kupa. Brazil megjelenés, Bajnokok Ligája, Konferencia Liga, Európa Liga, 64 kártyával, 3 számozott garantált, és minden másik dobozban aláírt. Van. Tényleg egyébként ez jó, hogy így mondod. Tudsz is segíteni, tehát te mindenhez próbálsz így érteni, gondolom. Persze, igyekszem. És akkor így mindenben így tudsz segíteni. Hát ez mondjuk értelmű korre. Az ez kemény lett minden sportágból otthon lenni, a foci, NBA, baseball, azért. Hát néha nem is megy hozzá, teszem, de igyekszem magát a sportokat is követni, a sportágokat, illetve a termékeket is ismerni. Nagyon jó. Meg a mezek a falon, azt láttátok? Azt figyeljétek. Magyar válogatott meg, kiszúrott pár ismerős aláírást is. Nagyon komoly. Tök jók ezek a mezes dolgok is. Haalandnak is van meze oldal. Edwards, NBA mezek is. Nagyon meleg. Hát akkor én azt mondom, hogy amit már megfogtam, akkor legyen az.
bontsuk ki, nézzük meg, hiszen amit mondtad, van benne garantált számozott, és jó lenne, hogyha nagy játékostól valami alacsony gyártás lenne. Úgyhogy nézzük meg, bontsuk ki itt a helyszínen. Itt vagyunk a kényelmes kis helyen, leültünk itt a King of Hoops hátsó részébe, ahol bontani is lehet egyébként. Minden felszerelést megkaptunk, ami kell. És itt a lényeg, a doboz, hoppári. Úgyhogy ezt mindenféleképpen meg fogjuk nézni. De mondtad, hogy ti brékeltek is, tehát ilyenekkel is foglalkoztok. És hát mik jöttek ki belőle? Azt a minden. Ezt meg fogják kapni vásárlók majd, ugye? Így van. Amiket így van. Most fogdosok. Úgyhogy próbálom nagyon óvatosan. Nagyon szép kártyák. Elképesztő. És egyébként ugye számozottak is. Így van, az per 75. Bőségesen vannak benne. Per 15-ös lapok. Ezek már az elég dura, per 15, az már egészen értékesnek mondható. Brékeket is te csinálod, Misi? Te igen, igen, többen vagyunk rá, jelenleg hárman, a focisokat azt én szoktam csinálni. De emellett van még NFL, amerikai foci, ez a kosárlabda is. Azt mondja, jó, oké, ez tök jó. Ja, és akkor mindenféle sportákból brékeltek, nem csak fociból. Aha, ezt meg a weboldalon látják majd? Ezt a Facebook csoportunkban. Facebook csoport. Van egy zárt Facebook csoportunk, mindenkit szeretettel várunk, viszont követelmény, hogy 18 évesnek. Na, ez mondjuk, ezt vissza is adom, mielőtt bármi megsérül. Illetve profilkép kell, és ki kell tölteni a kérdéseket. Aha, tehát akkor nem lehet így bohockodni, odajönni, ezt komolyan veszitek ezt az egészet. Igen, igen. Az tök jó pofa viszont. Oké, és jó van. Figyelj, bontsuk. Itt van velem a Sportcast Hanger is, egyébként végig ő volt az operatőr. Így van, úgyhogy... toploader puhatok. Hú, kicsit izgulok is. A dobozt el szeretném rakni, mert túl jól néz ki. Úgyhogy itt a tetején. Jaj. Vagy a prémium doboz gyűjtemény? Ha, hogyne, hogyne. Hát ez kifejezetten menő. Mondtad, hogy ilyen brazilos ugye ez a doboz. Ennek ez a sajátossága. Hát ezt akkor csak megtartjuk. Nem dobjuk a szemétbe. Nagyon jó. Na nézzük akkor. Van súlya, úgyhogy néhány pakk azért csak lesz benne. Hoppá. És akkor ez már a megújult csomagolással. Nagyon szép. 8 kártyás egy csomag, tehát azért meg van tömve. Ez nem a 4 kártyás pakk téma. Elég jó csomó info a hátulján. Matek példa itt is van a hátulján? Igen, 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 igen. Ezt mit mondta? Te néztél utána, Peti, hogy valamilyen... Beküldik. Igen, ha eredményt beküldöd, a akkor matek. Nyerhetsz talán valamit, vagy valami ilyesmiről. De Amerikában vagy hol? Aha. Hogy talán az első ember, vagy nem is tudom, hogy az első pár ember is kisorsolnak valamit. Valami ilyesmi a téma. Ez hihetetlen, hogy ilyenek is vannak. Edukáció pörög felgazdaságban. Nézzük hát, akkor. El is kezdem a bontást. Van, aki ollózik, de én még mindig szeretek így klasszikusan veszélyesen bontani. Veszélyesen élni? Veszélyesen élni. Te Misi, te hogy nyomod? Te ilyen veszélyes vagy, hogy olló nélkül bontasz? Széttépem a csomagot. Sokkal kevésbé kultúráltam, mint te tetted. Ja, értelek, értelek. Na, egyből egy rookie kártya, PSG. Nagyon jól néz ki a dizájn egyébként, ha megnézitek, ez a háttér, ez szerintem gyönyörű. Ilyen fóliát, őszintén szóval én még nem is láttam. Kártya hátulján természetesen információk az adott játékosról. Gyönyörűen néz neki. Future Stars itt is feltűnik, mint ahogy sok tops termék esetében. Világ csapatai, tulajdonképpen európai ligákból. Na, ez már valami. Iker Bravo. Ujjjjjjj, per 25-ös Iker Bravo. Kérhetek egy kis segítséget, tokozás? Hát. Ezt tekintetében, addig megnézem a többit. Martin Ødegaard, ő is egészen felkapott lett. Kökcű, illetve itt egy Ramos. Azért örülök Iker Bravónak, mert belőle még lehet valami, és nem egy random benficás játékosból szereztünk egy ilyen nagyon szép számozottat, úgyhogy én azt mondom, megérdemli szerintem. Menjen a top loader is. Menjen, tehát per 25, Future Stars, majd nézzük a karrierét a kis Ikernek. Majd rászunkoló lettél ott. Hát most már nagyon. De mindenki a Liverpoolnak szurkol a magyarok közül. Van. Meg a Burnhaus. Ja, meg a Burnhaus, persze. De milyen dupla kártya, de jól néz ki ez is. Ki. Van egy-kettő, ami így ismerős, mert bontottunk Club Competitions-t még. Igen, több szériát is megnéztünk. Igen. És van egy-kettő kártya típus, ami olyan De hát a keret az teljesen más, a csillagos fólia teljesen más, illetve maga a doboz értéke. Na figyelj, Enzo Fernández, Benfica rookie. Igen, ez mondjuk azért megint érdekes lehet, kár, hogy nem ilyen számozott. Az ott a világbajnoka. Ezért nem olyan rossz az. Na nézzük akkor a következő paklit. Valami beakadjon. David Alaba.
Fradi karrierbe a gaming kártya ismerős is lehet, elcsábítottuk. Itt meg kártya formában, ahogy láttam, ki is fogjuk nyitni. Kolo Muani, Bruno Fernandes. Nagyon jól néznek ki, Wirtz. Hoppá, ez már nem rossz. Ez egy Premium Partnership, Scholes és Roy Keane igazi Manchesteres legendák azért. Aki őket látta játszani, azért az nem rossz. Szerintem egy topot megérdemelk, egy puhát. Cody Gakpo, Chiesa, illetőleg David Alaba. Nagyon jó. Ide megyünk előre. Tök jó, azért jönnek jó. Figyelj, azért szerintem jó nyitásokban vagyunk. Hát garantált számozott, tehát nem ér véget a buli, elvileg ugye még kellene lennie. Na, a jó, Bappé. Bappé, Bézlap, de azért örülünk aztán neki. Van egy... Hát Kopenhága. Nagyon jó, Future Stars az United, is. Adeyemi, Dortmund. Izgalmas. Hoppá, Harvey Elliott. Na. Ez egy zöld, ha jól látom. Liverpoolból így is van. Eper 75, egy picit gyengébb a számozás. De ettől függetlenül... Kis pulatokat. Örülünk neki, hiszen Harvey Elliott azért. És ha jól láttam a bontásnál, igen. Oh. Ott a Haaland. Az mondjuk komolyan. Haaland, Mbappé. Ez milyen pak? Ha csak ezt az egy pakot bontjuk ki, számozott, Haaland, Mbappé azért ezzel... Meg vagyok elégedve a csomagba, figyelj. Jövünk ki. Ez komoly kis cucc. Ezt előről adom neked. Oké. Akkor van is. Nézzük, bőven van hely. Jönnek a jók, jönnek a jók. Meg jó itt a hangulat itt bontogatni. Én tuti így csinálnám, ha veszek valamit, akkor én leülök. Általában ki szokták itt bontani helyszínen? Hogy van sokszor, ez? Sokszor előfordul. Mudrik, milyen speciális kártya. Nem focizik éppen, hanem tapsol. Edin Dzeko. Hoppá, és hoppá. Itt van egy ilyen Brazilian Bowlers, ami speciálisan brazil játékosokról készül. Nagyon jól néz ki. A hátulján is természetesen teljesen más infók vannak, mint egy sima Rafinha lap esetében. Van itt nekünk még Zaniolo, Luka Modric, illetve egy Vlahovic. Ez se volt rossz csomagfény. Nem, hát ez a Brazilian Bowlers, ez nagyon-nagyon szép. Ez a pontos dizájn a szélén, itt is a csillogó fólia, ez karniválos megoldás. Egyében van. Ne nézzük, nyitsz valami jót. Chelsea? Jó, Chelsea, PSG, már kényesszel. PSG jól meggyengült most. Elmentek onnan a sztárak, Neymar, Messi azért. Így érdekes lesz a PSG gyűjtés. PSG? Na, egy Wirtz. BL. Rizgib, nem? Igen. Nézzük csak. Wirtz az nem számozott. Jó, de számozott? De azt mondom, hogy izgib. Hát nem láttam, nem láttam. Igen, azért a fóliát figyelni kell nagyon. Innen kicsit másképp csillogott. Per 75-02 a második legyártott darab, és összesen 75 készült belőle a világon. Ez jelenti ugye a számozásra. Ilyen jó szemed van onnan. Nem tudná, nézem itt a dolgokat. Ébrahim, illetve a végén egy jó Juventusos rookie kártya. Figyelj, nagyon jó. Dobozzal én meg vagyok elégedve. Egyelőre okés. De hát ugye aláírtat is lehet ebből nyitni. Úgyhogy azért nem akar kijönni a pak. Nézzük a másik oldalt. Ugye azt mondják, hogy neked van a Lucky kezed. Lucky kezem, na megnézzük. Ez egy Leroy Zené, majd utána egy Clem. Jó sok rookie kártya van ebbe a dobozba, ahogy látom. Brazilian bowler kapus Ellison, aki tiszteletét teszi. Egy Ansu Fati, illetve egy Sportingos, egy Grillis, illetve egy Kubo a végére. Neked kell meghozni. Utolsó csomag? Az utolsó csomaggal valami nem vár csavart. Na, mire számítasz? Nem, mit tudom én bármi. Mit szeretném? Én mi legyen benne? Valami jó aláírt. Jó aláírt? Vagy még egy alacsony számozás, mint a Iker Bravo. Az is jó volt, hiszen 25-öt gyártottak ebbe. Jó, Marquinhos. Marquinhos. Hol a többi? Ide rakt az őket. Hát ez már össze-vissza. Van Dijk. A dalbumba megnézzük. Jó, rookie, utána egy Werner, Lipcse. Magyarokról lehet tudni? Szoboszlai? Szoboszlai van benne. Toni Kroos. Az még jó lett volna. Na, hát akkor magyart is lehet ebből nyitni, az mondjuk azért nem rossz, gondolom belőle, és ugyanúgy természetesen vannak számozottak, minden ahogy kell. Szerintem nem volt rossz ez a doboz. A elején eldurrantottam. Igen, az elején eléggé elment. A legkomolyabb kártyát nem hagytad a végére. A garantáltak jöttek, azért ez se rossz, úgyhogy mindenféleképpen valami szép albumba beledobjuk. Ez azért komoly volt. Hát köszönjük szépen ezt a jó kis doboz, teljesen. Király volt itt a bontás, a tök hangulatos, itt a King of Fox-ba szerintem bontani. Itt vannak ilyen NBA-s magazinok azért. Aztán ez micsoda? Honnan vannak ezek? Ezeket Amerikából hoztuk, a National. Csű. National Expo-ról, kártyasúrról. Nagyon dolgok. Ez valami amcsi bolt?
azt nézem, hogy azért ez a hangulata a boltotoknak, ez így most formálódott meg bennem, hogy ahogy kicsit ilyen külföldi minőséget hoz, hogy azért ez elég durva. PSA magazin, te jó ég! Na jó, ezt leülünk is. Várjál, mindjárt. Pokémonról is van róla szó. Na jó, ez milyen minőségi? És ilyenek is vannak nálatok, de király, jaj, meg az árváltozások, ezt ugye lehet követni a PSA-nál is. Zseniális, nagyon jó. Ez nagyon jó pofa. Oké. Okay. Meg volt a bontás, közben Misi is megszólt minket cuccokkal, ezer köszi, mérdében majd kibontjuk, és utána külön videóban majd kibontjuk a termékeket, mert azért megszóltál most prémiumokkal, nagyon szépen köszönöm. És ami menő is, majdnem elfelejtettük itt a végén, bejön a boltba egy vásárló, vesz valamit, és felkerül egy listára a mély nyereményjátékunk. Így van. Így van, minden héten fut egy nyereményjátékunk, ugye hétfőtől vasárnapig, aki bejön a boltban bármilyen összegben vásárol. Veszek egy ilyen kis pakot is. Így van, vagy akár egy bugyit, egy topló, de az is pár száz forintos bugyit. Persze, 100 forintos lapot veszel is. Felkerülsz, és akkor minden héten kisorsoljuk a, ugye magát a nyereményt. És ez minden héten lejátszódik, hétfőtől kezdődik újra. Ez zseniális, nem is tudtam, majdnem elfelejtettük így. Ez nagyon jó, ilyet még nem nagyon hallottam. Miket szoktatok itt is, sosem csak úgy nagyon? Figyelj, blastereket, a legújabb megjelenésekből is akár, retail terméket, volt nagy hobby doboz, sorsoltunk, úgyhogy mindenféleképpen érdemes. Akkor nem érdemes 5000 fontos csomagot, hanem mindenképpen dobozokat szoktunk. Én azt gondolom, hogy ha másnak legalább egy beszélgetése, egy topluderrel mindenképpen megérdemes. Meg a kártyák, amiket láttunk ott, hogy mennyien kis olcsó kártya és majd a kedvenceidet le tudod válogatni. Szerintem ezért is tök király, hogy megéri bejönni. Köszönjük szépen! Én köszönöm, hogy jöttetek! Valami jó volt, valószínűleg fogunk még jönni, a másnap vásárolóként, azért ez eléggé király kis hely. Legközelebb találkozunk, srácok, a következő videóban. Linkek a leírásban, nézzetek rá a webshopra, a Dream csoportra, mindenféle ott lesz a leírásban. Vessetek rá, operatőr kollégának köszönöm szépen, Sportkárc Hengerinek a megjelenésben a segítséget. Addig is jók legyetek, sziasztok!